Gyülekeznek a népviseletbe öltözött gyerekek a Kétyi óvoda udvarán. Szüreti felvonulásra készül a település lakossága és az ide látogató vendégsereg. A szombati eseménynek az időjárás is kedvezett. A faluban tett séta közben tánccal kedveskedtek a közönségnek, a menet végül a sportpályára érkezett, ahol a bíró köszöntötte az egybegyűlteket. Mint a község bírája, elrendelem, hogy a falu népe szombati naptól kezdve holnap hajnalig tartó nagyszabású vigadozásba kezdjen. A színpadon gazdag programmal várták az érdeklődőket, a többek között harcról, hőgyészről, zombáról, medináról, kétyről és a felvidéki érsekkétyről érkezett fellépők. Néptánccal, német nemzetiségi műsorral, énekkel kedveskedtek a nagyszámú közönségnek. A mai műsort is úgy válogattuk össze, hogy az a lehető legszínesebb, legérdekesebb műsorokat tartalmazza. Nagyon sokat készültek a hagyományőrző csoportok, a legkisebbtől a legnagyobbig. A kisovodásaink kezdték, aztán a nyugdíjasaink, a hagyományőrzőink és a zombai általános iskola gyerek fellépői folytatták, és van felnőtt szereplőnk is, a Zsuzsi óvónéninek a Freedance nevű tánccsoportja hőgyészről. Természetesen a szíves vendéglátás sem maradhatott el, készül a finom vacsora, az előkészületek már reggel megkezdődtek a zöldségek és a húsok előkészítésével. Forrai Tiborné a felsőnánai babujást saját recept alapján parasztosan készíti. Ezt oda rakjuk a hagymát fonyasztani, akkor mivel ez füstölt bordaporccal van, akkor először jön a bordaporc, utána a sertéshúsok egy idővel később, akkor a piros paprika, a paprika, paradicsom, gulyáskrémek, köménymag, fokhagyma, majd most bele a babérlevél, és amikor ez így nagyjából egybefőtt, akkor felengedjük vízzel, bele a babot, forrásra számolva egy óra, és megfő, és akkor zelerződ után ízesítés, csipetket isz. Végül, de nem utolsó sorban a kétyi szüreti felvonuláson a bor és a most mellett mézes kóstolóval és házi süteményekkel is kedveskedtek a fellépőknek és a közönségnek.